Köszöntöm a tisztelt hallgatóságot az első odraszállás 50. évfordulójának évében, mert ugyan július már elmúlt. Hadd kérdezzem meg így bemelegítésképpen, hogy tegye fel a kezét az, aki azt hiszi, hogy, vagy úgy tudja, hogy nem járt ember a Holdon. Jó, akkor egy ellenpróba, akkor azt tegye fel a kezét, aki azt hiszi, hogy kamu volt a odraszállás. Na, jó, most már a rejtőzködők azért előjöttek, úgyhogy... Előbb a Trukka Zoli nem tudta megmondani, hogy Alvár Ivánról egy fontos információt, hogy ő is a Bika jegyében született. És ugye, mivel szó volt erről, hát most már én is szégyenkezve, de én is bevallom, hogy én is a legelészők közé tartozom ezek szerint. Sajnos elment Kis László csillagász, de majd továbbítsad neki, Zoli, léces a kérés, hogy a jövő évi statisztikában azért a egy négyzetméterre eső bikák száma azért benne legyen majd a legközelebbi szkeptikus találkozón. Jó, hát akkor a statisztikán túlestünk. Most, ha elindul a videó, akkor nagyon boldog leszek. Próbáljunk egy... Jó. Csak azt a történelmi pillanatot látjuk, amikor ugye Armstrongra onra lép. A felvételt azért hoztam el, hogy a NASA felújította az 50 éves évfordulóra az eredeti nagyon rossz minőségű képet, amit még én is annak idején egy kisméretű Orion fekete-fehér tévén láttunk. Hát nagyjából ilyen szürke foltok voltak akkor, de majd meglátjuk a végén, hogy mennyire ki tudták tisztítani a képet. A Facebookon és az egyéb világhálós felületeken már Aldrinnak azt a híres fotóját, amikor ott áll az amerikai zászló előtt, most már a sisak üvegén keresztül lehet látni, hogy Aldrin nem is a zászló felé néz, hanem a fotókamera felé, tehát itt tart most már a technika. A kérdés az, hogy ez a történelmi pillanat megtörtént-e, vagy ugye a kételkedők szerint, hogy ez egy nagy sátorban valahol az Amerikai Egyesült Államokban készült, de mielőtt erre válaszolunk, egyébként én nem fogom megválaszolni, majd önök fogják szerintem saját maguknak megválaszolni. Tegyünk egy kis időutazást, 1983-ban még volt egy ilyen lap, hogy ifjúsági magazin, és itt kezdődött el talán az az őrület, amikor megjelentek az UFO-k az űrkutatásban is. A cikkből kinagyítottam egy részt, ami talán a legérdekesebb, hogy éppen most győződtünk meg róla, hogy a Mikulás csak ugyan létezik, mondta Lovell, ugye az Apollo 8 fedélzetén, amikor a Hold körül repültek. Ez az egyik fő érvük azoknak, akik hisznek abban, hogy a Holdra szállás az kamu volt, és hát ebben kezdődik el a dolog majd gyakorlatilag, hogy titokzatos tárgyak követik az űrhajókat, mint például ez. Ránézésre ugye a Star Wars filmeknek egy akármelyik űrhajója is elfogadható lenne alapesetben. És annyit kell elmondanom, hogy a bemutatott fotók mindegyike valódi, semmilyen manipuláció nincs rajta, viszont lesz olyan, amin van. Tehát ami manipulált fotó. Hoztam mondjuk így értékes jutalmat is, aki legelsőnek megfejti majd a képen látható tárgyra adott választ, elsőnek mondja meg a jó választ, akkor egy kis apollós jutalomban fog részesülni. Hát akkor tovább folytatódik a cikk, egyébként titokzatos objektumok a Holdon, ugye a űrhajósok nem mernek kiszállni, vagy kimernek szállni, de aztán hamar visszatérnek a Holdcomba. Ezzel gyakorlatilag csak illusztrálni akartam, hogy milyen hírek terjedtek el. A fontos az most következik, és ez a történelmi pillanat, hogy amit most fognak látni, azt itt mutatom be először Székesfehérváron. Ezt a levelet. Ugyanis azt a cikket most okulva itt ugye
Hartlány tanár úrnak az előbbi mondataiból, én csak akarom, hogy perre vigyék a dolgot, én sem mondom ki a nevét, mindenki el tudja ugye olvasni, aki akarja. Én ennek a cikknek, és ugye 36 évvel ezelőtti történet, megírtam neki a hülyeségeket, amik a cikkben ugye szerepelnek. Ő ugyan elfogadja a megkritizálását az anyagnak, sőt kijelenti ugye, hogy ő maga is látta ezeket a hibákat, de ennek ellenére ontotta a könyveket továbbra is a különféle ilyen rejtélyes dolgokról. Hát ez a különbség köztünk, hogy a könyveinek eladott példány számából ő már egy több hektáros területen egy kastélyba él, meg egy 54 négyzetméteres lakótelepen, de legalább vagyok annyira boldog, mint ő, bár nekem csak egy könyvem jelent meg az ő 7-800 könyvével szemben. És jött egy fordulat. Most gondoljanak bele, amellett kardoskodtak, nem csak ő a népszerű sci-fi-író, hanem sok mindenki más is, hogy ugye UFO-k követték az Apollo űrhajókat, különféle rejtélyes szövegek, a Mikulás csak ugyan létezik, és 10 év elteltével megkezdődött egy ilyen, nem is tudom, hogy lehetne mondani, talán úgy, hogy űr-deheroizálási folyamat, hogy már kétségbe vonják, hogy jártak-e a Holdon. Na most ezt a cikket ugyanaz az író írta, és a két vélemény között 10 év telt el. Most melyik a hiteles? Mert számomra abban a pillanatban ez most hiteltelenné vált, akármelyik írását nézzük, a kettő homlok egyenest ellentétben áll egymással. Persze ő nem saját maga találta ki, Csák Csaba volt az első, aki könyv alakjában is kiadta ezeket az úgynevezett anomáliákat, legalábbis amit ők annak vettek, és a könyv is elég nagy példányszámban fogy el. Ha elmondom önöknek azt, hogy az UFO magazin nagyobb példányszámban jelenik meg, mint mondjuk a Haditechnika, vagy az Aranysas, vagy az Aero magazin, hát ez elég elkeserítő az utóbbiak számára, de ez az igazság. És akkor jöttek egymás után a cikkek, különféle lapokból, de inkább nézzük a lényeges dolgokat. Tudjuk úgy, hogy a Holdnak nincs légköre, mégis büszkén lobog az amerikai zászló. Rögtön már is állították azt, hogy ezért a Földön készültek ezek a felvételek. Mai technikával nem is lenne olyan nehéz ilyen képeket előállítani. Lefényképeztem, hát egy filmből kimásoltam egy ilyen dolgot, hogy amilyen erősségű szél fúj, nagyjából úgy lobog ugye a zászló, hogyha megszűnik ugye a szél, ha nem fúj a szél, akkor a zászló le fog fittyedni, még a Holdon is, ahol ugye egyhatod a gravitáció, tehát mondjuk lassabban, mint a Földön, de a végén ugye le fog fittyedni. Következő állításuk, itt az Apollo Commander Service modulját látjuk, Hold körüli pályán, és van egy felvétel, ez a felvétel, ugye láttuk előbb a service modulnak a végén a nagy hajtóművet, hogy a hajtóműnek az árnyéka vetődik a Hold felszínére. Csak az a baj, hogy az Apollo körülbelül olyan 100 kilométeres magasságba keringett ugye a Hold körül, és hogyha visszagondolunk arra, és biztos láttak már olyat, mondjuk földi utasszállító repülőgép megy 6 kilométer magasba, és mivel a nap ugye messze van, annak az árnyéka viszonylag kicsi a Földön. Ennek viszont 110 kilométeres magasságban lehetetlen, hogy ilyen nagy árnyéka legyen. Tehát felvétel ugye itt készült a Földön. Következő állítás, ugye sokan láttak már önök közül rakétaindítást a Földről, ugye hatalmas lángcsóva, lángelterelő aknából ugye füst is kijön mellette, és amikor a Hold kompresszál a Holdra, ugye ott látjuk a hajtóművet, alatta viszont nincsen kráter. Márpedig ahogy ereszkedik le a Holdra, a fékező hajtómű bekapcsolásával legalább a port egy bizonyos mélységig el kéne, hogy fújja.
és látjuk a képen, hogy ez nem történt meg. Most olyan hülyeséggel nem foglalkozok, hogy ott fönt két UFO van, aki fényképezi az amerikai űrhajósokat, bár a cikk alapján ugye ez sugallja, de az csak az optika becsillanása. Viszont most jön egy, és szándékosan az eredeti NASA fotóról, ami gyűjteményemben megtalálható, szándékosan onnan szkenneltem be, és nem a digitális archívumot használtam. Mi a furcsa a képen? Segítek. Itt fönt az egyik antenna, ez egy jó látható fehér színű antenna, és a szálkereszt, ami ugye az optikán van, az antenna mögött van. Na most ez lehetetlen, de ami még furcsább, hogy itt ezen a sziklán van egy C betű. Egy nagyon jól kivehető C betű. Hát kihozták a kelléklaktárból, és oda tették ugye a hold felszínre, ami nagyon jó makettezve van. Hát ez nagyon nagy tudást igényel ennek a megmagyarázása, azt egyáltalán meg lehet magyarázni. Itt nagyítottam ki a képet, tehát itt lehet látni, hogy az antenna az előrébb van, ugye, mint a szálkereszt, ami az optikán van rajta, tehát ez elvileg lehetetlen ilyen képet csinálni. További nagy érvük, hogy egyetlen csillag nincs a fotókon, ott gyönyörű, bársony, mély fekete égbolt. Földön ugye szabad szemmel, ha jól mondom, mert Iván kiigazítan, egy jó szemű ember 6000 csillagot tud megkülönböztetni. Jó, hát azért mondom, hogy jó szemű ember, de ha lapos föld van, akkor mind a 6000 fölül van, ugye? Szóval, jó, de itt viszont egyetlen egy csillag sincsen. Hát hogy lehet ilyen hibát elkövetni abban a nagy katonai sátorban, hogy nincs csillag az égen? Hát ez elképzelhetetlen. A híres nevezetes Aldrin fotó, ugye szerencsétlen Aldrinról készült mondjuk így a legtöbb kép, holott Armstrong lépett először a holdra, de csak az ő nyakába volt a kamera, úgyhogy ezért a rengeteg kép Aldrinról készült. És a hívők azok azt mondják, hogy mivel a holdnak nincsen légköre, tehát a kamerának, a szkafandernek a árnyékos része legalább olyan feketének kéne lenni, mint lent az árnyéknak, mert a levegőnek, hogy nincs levegő, nem érvényesül a levegőnek a szűrt hatása, és itt viszont nagyon jól lehet látni a szkafandernek az árnyékos részét, amit elvileg sokkal sötétebbnek kéne látni. Tehát nagyon jó kielemezték ezeket a fotókat. Jön a következő. Ez az a fotó, amit egyébként mondtam, nem ez, hanem most már digitálisan még jobban feljavítottak. Tehát itt Aldrin nem a zászló felé néz, hanem a kamera felé, de ez csak mostanában derült ki. Ugye nincsenek csillagok az égen, a zászló lobog, de ami még szomorúbb, az árnyékok nem párhuzamosak. Márpedig, ha egy fényforrás van, akkor a letett tárgyaknak azonos szögben kell lennék az árnyainak. És akkor jön az a fotó, amire nagyon mérges vagyok a természet világának erre az 50. évfordulóra kiadott külön példányára. Meg is írtam a dolgot. Ugyanis most hagyjuk is, hogy nincs csillag az égen, hogy lobog a zászló, hanem az űrhajós lábainak az árnyéka legalább egy 30-40 centire van tőle. Tisztán látszik, tehát itt ezt nem lehet vitatni, ez ott van. Sajnos fütették a természet világa címoldalára, és az összes ufós, aki ebben foglalkozik, azonnal megtett, na ugye megmondtuk neked, ugye megmondtuk, neked már a természet világa is leközölte. És akkor most nézzünk meg egy videót, ami azt hiszem a csúcspontja ennek az őrületnek.
Az oldal élő egy csillagász üzemelteti, és kimondottan harap ezekre a témákra, és ő alkotta ezt a filmet. Nekem nagyon tetszik. Sosem hagyom ki ebből a dologból. Bocsánat, itt valami technikai hiba, így átugrottam valamit. Most leszek bajban. Na jó. Ez egy kevésbé ismert film. Arról szól, hogy ez a Mr. Bart Sibrel, vagy Sibrel, mindegy, hogy hogy ejtjük, századszor megy oda Edwin Aldrinhoz, és mindahhoz az űrhajósokhoz, akik jártak a Holdon, hogy a Bibliára tett kézzel esküdjenek meg arról, hogy valóban jártak a Holdon. Aldrin ekkor körülbelül 70-71 éves volt, Sibrel nagyjából a fele 39, és látjuk, hogy Aldrin milyen jobb egyenest vitt be neki kapásból. Hát nem tudom, hogy ez egy ilyen vitás helyzetnek az elintézése, de mint ahogy Hartmann tanár úrnál is minden adott esetben talán megviszked az ember tenyere egy ilyen megoldásért is. És akkor most jön az a manipulált kép, ez egy megjelent könyvnek a címlapja. Önök most megnézhetik ezt a képet, majd fogom természetesen még egyszer vetíteni, és meg kell mondani, mi nem stimmel ezzel a fotóval. Jó? Nem most, majd akkor és elsőnek, mert hoztam, mondom, egy kis jutalma. A baj az, hogy megjelent egy magyar nyelvű könyvbe is egy ilyen fotó, ami szintén nem felel meg a valóságnak. Itt a csillagászok járnak elsősorban jól, tehát ők kapásból meg fogják tudni mondani a dolgot, tehát én inkább arra szeretném majd kérni a szakembereket, hogy majd engedjék át a nem szakembereknek a dolgot, mert így legalább lehet látni, hogy azért foglalkoztatja az embereket a dolog. Na most a Life magazin is átvette ezt a fotót, tehát nem egy ilyen elfuserált, vagy egy ilyen dologról van szó, de a Life-ban is ugyanúgy megjelent, már kicsit hangulatosabb, mert ott már a rakétának a füstje, lángja is jobban látszik. De ez az eredeti NASA fotó. Tehát a NASA archívumában ezt a fotót is így meg lehet találni. De hangsúlyozom, manipulált felvétel, tehát ez a valóságban ilyen képet nem igen lehet készíteni. Hát eddig volt az úgynevezett őrület, és most nézzük meg, hogy Aldrin módszerét válasszuk a válaszadásra, vagy ahogy itt már elhangzott egyfajta tanácsként, próbáljuk az ellentábornak a rendszerében érvelni. Tehát az nem jó módszer valóban, hogy én azt mondom, hogy zöld, ő azt mondja, hogy piros, mert akkor ezt ítélet napjaig mondhatjuk egymásnak, nem lesz belőle semmi. De én a piros rendszerébe tudok érvelni, akkor esetleg meg tudom ingatni az önbizalmát, vagy a feltételezéseit, vagy akár az elveit is. Most erre teszek én is kísérletet. Ugye mutattam ezt a cikket, akkor nézzük meg a Hold körüli pályát. Ott van a rajz, és ugye amikor az Apollo a Földről nem látható túlsó oldalon halad el, ahogy Lovell jelenti ugye az irányító központnak a dolgot, mondjuk legyen ez az Apollo, a fejem ugye a Hold, és itt van mögötte, akkor azt kérdezem meg, hogy milyen rádió kapcsolata van a Földdel. Semmilyen, és ezt most a kínaiak bizonyították be legutóbb, ugye amikor először felbocsájtottak egy olyan holdszondát, ami egy átjátszó állomás volt a Hold túlsó oldalára leszállt kínai leszálló egység számára. Na de most még ugye nincs kínai segítség. Lovell jelenti az irányító központnak, hogy a Mikulás csak ugyan létezik, amikor a Hold számunkra láthatatlan oldala fölött jár. És ez úgy szöget ütött a fejembe, mert van egy magyar mondás, hogy nem zörög a haraszt. De hát utána kell mindennek nézni,
És találtam, ez egyébként a National Geographic-ban van, de megvannak az eredeti szövegek is, és ha meglátjuk itt a szövegben, valóban itt szerepel az, hogy informálom önöket, vagy értesítem önöket, hogy itt van a Santa Claus. És mi ennek a magyarázata? Ugye az előbb utaltam rá, ugye az Apollo a hold mögött van, és amikor elindul vissza a Föld felé, tehát mikor végeztek a programmal, akkor a hold mögött kell begyújtani a főhajtóművet, ami aztán a körpályáról kilendíti, és elindul a Föld felé. De ezt a kapcsolást az űrhajóknak a Föld minden nemű segítsége nélkül kell, hogy megtegyék. Magyarul az űrhajósok az életüket teszik fel a berendezés hibátlan működésére. Ugyanis, hogyha nem működik, akkor három halott maradott hold körüli pályán, ami hát lehet, hogy emléknek vagy emlékműnek szép lenne, de azért inkább ne legyen. A Földön tehát izgulnak, mert majd amikor előjön az Apollo ugye a horizont mögül, akkor derül ki, hogy sikerült-e a hajtómű kapcsolás, mert a parancsnok ugye jelent a Földnek. Tehát ott látjuk, hogy lélegzett visszafojtva lesik ezt az információt, ami meg is jön, és James Lovell, hogy oldja ezt a borzasztó nagy feszültséget, ilyen humorosan jelentkezik be, hogy informálja neked, hogy itt van a Mikulás. Ez még mindig nem lenne 100%-os magyarázat, de mikor volt az Apollo 8 útja? 68 karácsonyán, és az Egyesült Államokba kijön karácsonykor, nem a Jézuska, mint itt nálunk Magyarországon, hanem a Santa Claus, azaz a Mikulás. Tehát egy ilyen egyszerű dolognak a félre magyarázásából jött ki az a dolog, hogy a Mikulás csak ugyan létezik. Tényleg létezik, csak nem a Holdon, nem a holdkörüli pályán, hanem a Néphídben. Megnézhetjük ezt a rövid videóbejátszást is. És annak személyzete 402.000 kilométerre volt a Földtől. Hogy hazajussanak, szükség volt a műszaki egységhajtóművének újból itt tökéletes működésére. Ezt a hajtóművet nevezzük SPS-nek. Egy nagy harang alakú fúvóka a műszaki egység végében. Ez a hajtómű állítja az űrhajót hold körüli pályára, majd mozdítja is ki onnan. Ha ez a hajtómű csődöt mond, akkor a kabin nem szabadul ki a hold vonzás teréből, és nem jut haza a Földre. 3 perc a jel kiesésig. Minden rendszer készen áll, vétel. Rendben, köszönöm Houston. Apollo 8 vége. A hazajutáshoz szükséges kritikus hajtómű begyújtás a hold másik oldalán történt, miközben az űrhajó és az irányítás közt 45 perces rádiócsend volt. A mérnökök nem tudták, hogy a művelet sikeres volt-e, amíg az űrhajó újra fel nem tűnt. Valaki megkérdezte Frank Bormantől, hogy mi van, ha a hajtók vissza fog működni. Azt mondta, hogy akkor rossz napjuk lesz. Az a 45 perc volt életem leghosszabb 45 perce. Apollo 8! Apollo 8! Itt Houston! Apollo 8! Apollo 8! Itt Houston! Houston, itt Apollo 8, vétel! Üdv Apollo 8! Tiszta és hangos a vétel! Rettem, jelentem, a Mikulás létezik! Az volt számomra a legkatartikusabb érzés az egész Apollo program során. Tudtuk, hogy a küldetés már majdnem sikerrel járt. Ezt adták itt Magyarországon is, ezt a sorozatot, onnan vettem ki ezt a kis részletet, ami azt hiszem megfelelő illusztráció volt. Na itt egy a fantasztikus járművek közül, amik ugye követték a Apollo űrhajókat a hold felé. Szerencsé az űrhajósok nem ijedtek meg úgy, mint ahogy mondjuk én megijedtem volna, és igyekeztek azért közelebb menni ehhez a szerkezethez, és elkezdtek róla jó képeket csinálni, és hogy itt egyre jobban elfordult, tehát ahogy körbe repülik, föltűnik 3 betű, és ez nem valószínű, hogy az IT-nek, vagy az IT országának ugyanaz lenne a nemzetközi jelzése, mint az Egyesült Államoknak. Tehát ez egy Saturn 4B fokozat, amit az Apollo 7 esetében földkörüli pályán próbáltak ki, illetve a hold felé vezető úton ezzel a fokozattal gyorsították fel ugye az Apollo szerelvényt. De ez egy nagyon szép
kép volt, amit ugye mondom Star Wars darabként is el lehet adni. Eljutottunk a lobogó zászlóhoz, és itt most így két képet is vetítek így egymás után, meg vissza, és lehet látni, hogy bár az űrhajós elmozog, a zászló alakja ugyanaz. Hát milyen szél az, ami ilyen, míg az űrhajós megtesz mondjuk 3 métert, és a zászló alakja semmit sem változik, mert ugye azt azért ne tételezzük fel, hogyha fújna a szél, akkor pont mindig ugyanabba a formába gyűri vissza a lobogón. Tehát nyilván más a magyarázat, mint hogy szél fújna. Itt, így fittyedne le a zászló egyébként a Holdon is, hogyha úgy lenne, de hogy ez ne egy lefittyedt zászló előtt tisztelegjenek az amerikai űrhajósok, mert ez egy tiszteletlenség lenne, vagy a világnak a akkori keleti fele nyilván hangos hahotába törne ki. Ezért a zászló felső részébe betettek egy fém rudat. Tehát ez egy merevítő, ami nem engedi, hogy a zászló lefittyedjen, és hogy a zászló lobogjon is, és akkor a lobogást idézőjelbe kell tenni, fémszálakat tettek be magába a szövetbe. Tehát már eleve már úgy megy föl a zászló, hogy már lobog. Ezt a balatonfüledi nem indul el, tudtam, hogy mindig ilyen. Mindegy, egy kis videóbejátszás, hogy itt jól lehet látni Balatonfüredi kikötőben a zászló a ruddal együtt itt látható. Talán ezzel el fog indulni. Na, itt is nézzük meg, hogy ahogy beleszúrják a Hold felszínébe a lobogót, az alakja sosem változik, egy pillanatra sem. Hiába forgatja, ugye, hogy bele tudják szúrni a felszínbe, az alakja a lobogónak ugyanúgy marad. És befejezésül még egy kérdés, mármint ehhez a témához. Milyen szél az, amelyik olyan 1,40 és 1,70 cm magasságban fúj, tehát mondjuk lobogtatja a zászlót, de a holdkorból egy grammot nem kavar föl. Hát ilyen szél ugye a világon nincsen. Én nem tudom, hogy ilyesmikbe hogy lehet hinni, hát ott a felszín egy darab kis mikroszemcse sem sincs eltávolodva a holdtól, a lobogó pedig szépen lobog. Hogy lehet az árnyéka ennek a fő hajtóműnek ugye a hold felszínén, mármint ilyen nagyban? Hát nyilván sehogy, és ez teljesen jogos is, és itt a szövegből kiderül, hogy nem is a hold felszínén van ez az árnyék. És itt kezdek én haragudni, és ilyenkor tényleg viszked az ember tenyere, mert eddig be lehetett tudni az ellenoldalnak tudatlanságnak, ostobaságnak, szabad ilyet mondani. Itt viszont a sziluett helyett a shadow-t használják. Tehát a körvonal helyett az árnyékot használják, és ez egy óriási különbség. Ugye ezt nem kell indokolnom, hogy mi különbség van a kettő között. A szövegből kiderül, hogy itt a hajtóműnek, és nem a főhajtóműnek, mert az alakból azért kikövetkeztethető, hogy nem a főhajtóműről van szó, hanem a holdkompnak a 4-4 oldalsó blokkján lévő hajtómű csokor egyikéről van szó. Tehát nem a hold felszínén van az árnyék, hanem az űrhajó ablakából kinézve, mivel sötétben van ez a rész, ezt a körvonalat látják az űrhajósok, de itt van egy, itt már lehet látni a kis jobboldali fúvókának is ott alul a 90 fokban eltolt részét. Ez mondjuk a feliratok nélküli kép, de ez a lényeg. Tehát itt már megvilágítják ezt a hajtóműcsokrot, tehát erről van szó, nem a hold felszínén lévő árnyékról. Ez egy tudatos félremagyarázás, egy tudatos hazugság, és ez a bosszantó benne, hogy nem elégszenek meg avval, hogy próbálják ostobaságra rábírni az embereket, hanem néha még tudatosan félre is magyarázzák a dolgokat. Hajtómű alatt ugye nem kavarodik el a por, látszólag ugye úgy tűnik, mintha nem szállna a holdkomp, viszont tudok mutatni egy földkörüli pályán készült felvételt, amit azért nem
nem sűrű mutatnak, mert nem olyan látványos, de a mi szempontunkból most erre a képre van szükség. A Holdcom talpaiból lóg le ilyen fémszál, mind a négyből. Ez egy olyan 80 centi, 1 méter 20 közötti hosszúságú szál, és ez azért van, mert a 60-as évek végén a földi technika, a radar technika, hát mondjuk így gyerekcipőben járt, ugyanis azt a kis távolságot, amikor a Holdcom egy olyan 2 méterre van a felszíntől, a radarral nem tudják pontosan mérni. És ezért csináltak a Holdcom talpára ilyen szálakat, hogy a megfelelő szögben érjen felszínt, tehát ezekkel a szálakkal tudják kijelezni, hogy a Holdcom a megfelelő szögben van, ugyanis hogyha nagyon megdőlne, akkor nem tud fölemelkedni a Hold felszínére. Ez egy kisegítő, egy egyszerű mechanikus csatlakozás ahhoz, hogy a hajtóműt le tudják vele kapcsolni, hogyha szükséges. És akkor most megmutatom azt a híres Aldrin fotót teljes valójában, mert amit ugye először láttunk és általában tesznek, az itt le van vágva. Tehát az körülbelül eddig látjuk azt a képet. Ez itt nincs rajta, mert ez rontja az összképet. Tehát itt van a Holdcomnak a talpa, és itt van az egyik fémszál. Csak ez rontja az összképet, ezért ezt így leszokták hagyni a fotókról. Az amerikaiak mindig örültek, oda figyeltek ezekre a külsőségekre, hogy azért mégiscsak mi vagyunk a legnagyobbak. Hát ez a képet kicsit nehezebb lesz megmagyarázni, de majd megpróbálkozunk vele. Kezdjük a C betűvel, ami nincs rajta a sziklán. Most hogy lehet ez? A fotó rajta van, ezen pedig nincsen. Tehát itt még rajta van, itt pedig nincsen. Sőt, az űrhajós ugye odébb megy, itt van egy másik pozícióból, másik időben készített kép, itt sincs rajta. Tehát teljesen egyértelmű az, ezt egyébként az űrrepülés utáni kiadványból fotóztam ki. Az amerikaiak minden egyes ilyen űrrepülés után a 60-as években kiadtak egy ilyen pároldalas, 8-10 oldalas füzetkét, nagyon szép színes képekkel, az onnan van kiszedve, és látjuk, hogy nincs rajta. Tehát utólag kerül rá a sziklára a C-betű, és vajon miért? Ez a földi vizsgálatoknál, amikor nézik a Holdról hozott kőzet mintákat, akkor megjelölték. Tehát van A is, B is, hát most pont a C van, mert egy kisé hanyag NASA alkalmazott, pont ezt a fotót tette föl a NASA archívumával, amiben ez a jelölés megtörtént. De hogyha otthon kinagyítják megfelelő felbontásban, akkor kiderül, hogy a C betű az gyönyörű szép, tehát nincsenek benne pixelek, mikor már a sziklára, ami ugye teljesen egyenetlen felszín, nem lehet úgy tollal rajzolni semmilyen betűt vagy ábrát, amit folyamatos lenne. Ez azt hiszem könnyen belátható. Az antenna egy kicsit más eset. Ugyanis ugye azt mondtam, hogy nem lehet a szálkereszt előtt semmilyen tárgy. Abból kell kiindulni, hogy a fotózásnál ugye a negatív, az kap fényt vagy nem kap fényt. Ezen múlik az egész. Hogyha sok fényt kap, akkor ugye fekete lesz, és mikor előhívják, akkor nagyon fehér lesz. És ez a fehér szín, ez a vakító fehér szín egy erős napsütésben egyszerűen elnyomja. Ezt úgy mondják a kameramanok, és majd talán ott segítenek nekem a kameramanok, akik ilyenekkel foglalkoznak, hogy beég a film. Itt egyszerűen csak erről van szó. Otthon mindenki elvégezhet egy ilyen kísérletet, mint én, hogy egy hajszálat tettem az optika elé. Ezt a kísérletet már sokszor bemutattam, ahogy látják is, mindig egy hajszál. Bántak, kitettem egy A4-es lapot, és egy jó nyári napsütésben lefényképeztem, és lehet látni, hogy a lap a hajszál előtt van, pedig hát ugye ez teljesen lehetetlen. Tehát ez egyszerűen a hatalmas fénymennyiségtől látszik úgy, minthogyha, de nem. Egyszerűen csak több fényt kap, mint amennyi szükséges lenne.
Egyetlen csillagot sem lehet látni, egyetlen holdfelvételen sem, illetve vannak, de a speciálisan csillagok készítésére használták a kamerákat. Ez egy nagyon látványos felvétel, csillagász készítette. Tehát itt lehet látni azt, hogy az éjszakai felvételeknél, vagy amikor már nincs megfelelő fényerő, akkor nagyon hosszú expozíciós időt kell beállítani. Tehát ha most valaki kimegy egy akármilyen modern telefonnal este, nem fogja tudni úgy lefényképezni az eget csillagokkal, mint ahogy szabad szemmel látja. Na most a Holdon is ugye hiába voltak a Super Hasselblad kamerák, az emberi szem még mindig tökéletesebb, és valóban sziporkáznak fent a csillagok, bár pontosabban a Földön jobban sziporkáznak a csillagok a légkör miatt, de ott is gyönyörű szépen lehet látni. Itt talán ezen a felvételen lehet is látni a csillagokat, csak ez tényleg itt egy katonai sátorba készült egy talajmintavevő gyakorlaton, tehát itt az űrhajósok valóban a Földön gyakorlatoznak. Ilyen felvételket, vagy az ehhez hasonló, vagy az ekkor készült felvételeket szokták úgy eladni, hogy na ugye, hogy itt készültek a Földön. Persze, hogy itt készültek, mert egy ilyen nagy műveletre nyilván alapos fölkészülés szükséges. Még egy érvet tudok mondani erre a csillagos témára. Itt van Edward White-nak az űrsétája 65-ben. Ugye ez volt az első amerikai űrséta, az első jó minőségű felvétel űrsétáról, itt sincs egy darab csillag. Ez akkor mi nem jutott eszébe ezeknek az embereknek? Hát nyilván, mert a Földnek a fénye, az elnyomja a csillagok fényét, az expozíciós időt meg nem lehet úgy beállítani, mert akkor nem lesz ilyen a felvétel. Ez teljesen érthető, de akkor ez nem tűnt föl senkinek. Csak amikor valaki ezt elkezdi, a kevésbé ebben a dologban kevésbé járatos ember meg mindent elhisz. És így kialakul aztán egy legenda, van, aki aztán ebből pénzt csinál, van, aki meg ostorozza. Ugye Aldrinnak a szkafandere árnyékban sötétebbnek kéne lenni, hát erre is egy kísérletet kell csak elvégezni, akinek van egy Aldrin figurája, nekem van az előkapja a szekrényből, egy holdkráterbe ugye behelyezve az íróasztalon, ahol csak egy lámpa világítja meg, és letettem elé egy sima A4-es fehér lapot, és hogyha megnézzük a következő felvétellel, és látjuk a Aldrinnak a szkafanderét, hogy bizony sötétebb lesz. Na most jól tudom, hogy itt levegő van, ott nálunk is ugye van levegő, mert minden lakásban azért kell lenni levegőnek, de lehet látni, hogy az űrruha ugye sötétebb lesz. Tehát honnan kapja ezt a bizonyos pluszfényt? A holdfelszínről. Itt, amit mondjuk egy fehér lappal tudtam illusztrálni. Tehát ott, a nap megsüti, a fény visszaverődik, és az világítja meg a szkafanderét. Tehát ezért nem lehet csak teljes sötétben, mert egyébként annak kéne lennie. Hát be kell szerezni ilyen figurákat, és akkor lehet ilyen kísérleteket csinálni. Tehát jönnek az árnyék dolgok, ugye, hogy nem párhuzamosak. Maradjunk az Aldrin figuránál, fűtollat, meg ilyen, mit tudom én, ilyen kapocskiszedőt tettem oda, és egyszerűen fizikailag lehet igazolni azt, hogy egyetlen fényforrásnál a tárgyaknak mindig párhuzamos lesz az árnyékok, hogyha azonos szögben állnak egymáshoz. Ha bármelyik, bármilyen szögben eldől, annak sosem lesz párhuzamos árnyék a többivel. Nem is kell ez több magyarázat szerintem. Na most jön ez a fotó, ez de mérges voltam ezért. Hát ott az árnyék nincs a lábánál, és erre most mit lehet erre kitalálni magyarázatnak? Hát el kéne indulni ennek a videónak. Na, nézzük meg ezt a videót. Odaáll az a űrhajós, aki majd fogja fényképezni a parancsnokot a lobogó előtt, ami ugye lobog, pedig videó, de az alakja ugye nem mozdul. Na most figyeljük a John Youngot. És a fittyet hány az etikára, és fölugrik.
És abban a pillanatban, hogy felugrik a lábánál az árnyék, már nem a lábától kezdődik. Ezt kevesen merik megcsinálni, de egy haditengerészeti ezredes megcsinálja. Na, itt van a fotó, hátulról, tehát lehet látni, hogy nem a talajon áll, hanem fölötte van. Csak ilyen képeket nem közölnek le a UFO hívők, meg ezek a jó emberek, mert ha ilyet leközlenek, akkor senki nem hinni el ezeket a sületlenségeket. Itt viszont lehet látni, hogy valóban fölugrik, és amikor visszahuppan a hold felszínére, itt látjuk majd a fölugrott állapotot, és mikor visszahuppan, akkor már valóban a lábánál kezdődnek az árnyékok. Azt hiszem egyértelmű. És akkor most jön a rejtvény. Tessék? Hát a föld az ott van, igen. Na most egyszerre egy, mert nem tudok jutalmat adni háromnak. Tehát ön volt az első parancsoljon. Hát úgy szerintem fázisának kéne lenni, mert olyan irányból süt a fény. Árnyék van, és akkor nem lehet teleföld. Ez a megoldás, és megtalálom a kabátomat, már is tetszik kapni egy. Ez egy kicsivel több van, ne? Ez a 50 éves holdraszállásra kiadott magyar emlékbélyeg. Köszönöm szépen. Gratulálok. Úgy mutatom. Na, következő. Van még bélyeg? Igen, szovjet. Játszik a kalapács a sarló. Nos? Tehát most már ön nyert egy bélyeget. Most? A hold nem ilyennek, tehát... Na, tessék. Hogyha ez naplementébe készült, ez a rakéta... Nap felkelte. Nap, tök mindegy. Nem tök mindegy, nem, pont ez az, hogy nem tök mindegy. A fizikai jelenség szempontjából. Tehát, hogyha ez nap felkelte, akkor történt ez a felvétel, akkor nem ilyen a hold fázdalat. Hanem a másik oldalról kellene neki. Igen, ön szerint. Hogy nem lehet itt földárnyékba, hogyha napfelkelte van. Hát illetve a keleti mindig a csökkenő holdat lehet látni, tehát a C betű alakot, és a nyugati égbolton pedig a... Na most nem tudom ketté tépni. Melyikük volt előbb? Ebbe segítsen. Tyúk vagy a tojás? Nem, önök közül melyik. Hát melyikük a tyúk, melyik a tojás? Akkor a fiatal ember, jó? Még? Parancsolja. Még egy bélyeg. És hát ugye úgy tartja a mondás, hogy itt akármit csináltunk, megfeszülhetünk. Na, körülbelül így kéne kinézzen a dolog. De ez már ilyen photoshopos megoldás. Na, nézzük meg, hogy a NASA-nak ez a katonai szondája, ami a hold körül megkereste, fölvették a NASA-nál is a kesztyűt, egy bizonyos idő után megunták a cseszegetést, és nagyon jó minőségű felvételt, tehát nyilván egy katonai rendeltetésű holdról nagyon jó minőségű felvételt lehet csinálni, tehát ott vannak a leszálló egységek, amik ott volt, ott vannak a holdon. Mert eddig mindig az volt az ilyen ufós, meg ilyen dolgoknak, hogy hát nem látjuk meg mi van, hát dobják össze a pénzt, és egy bármilyen ilyen szondával ezt ma már gyönyörűen le lehet fényképezni, és akkor ott vannak a dolgok.
Ezek a felvételek letölthetők és érdemes, mert nagyon hosszan megvannak, és az Apollo 11-től a 17-ig az összes ott maradt berendezést megkeresték. Egyébként ezért lenne jó szemetesnek a Holdon lenni, mert például az összes holdautó ott van, ami dollárba kifejezve, az összes Hasselblad kamera és szkafandrektől kezdve minden ott van, úgyhogy érdemes összeszedni. De mint említettem, itt megfeszíthetünk, mi mondhatunk, amit akarnak, ezért búcsúzóul egy olyan képet adok, ami talán önökből is egy kis mosolyt fog kiváltani. Köszönöm a figyelmüket!